Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és a mai vendégünk dr. Mirko Erika, a Debreceni Egyetem oktatója, viselkedéstudományokkal foglalkozó szakember, akivel a humán agresszió és a háború pszichológiájáról fogunk beszélgetni. Itt van velünk a stúdióban, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Tamás, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Azt érdemes még róla tudni egyébként, hogy viselkedéstudományokkal, azon belül is az etológiával és evolúciós pszichológiával foglalkozol, mely a pszichológia tudományának egy új ága, és azokkal a programokkal, szakmai nyelven pszichológiai algoritmusokkal foglalkozik, amelyek az emberi viselkedést irányítják. Hát nagyon érdekes maga a terület is, amivel foglalkozol, most pedig, amikor háborúk zajlanak, különböző katasztrófák zajlanak a világban, talán érdemes megnézni azt, hogy mi ebben az embernek és mi ebben a társadalomnak a felelőssége. És talán kezdjük az agresszió szóval, hiszen egyre többet halljuk azt, hogy agresszívvá vált a világ, agresszívvá váltak a társadalmak, és maga az ember is, hogy a természettudomány az tudja definiálni az agressziót, illetve ad arra választ a természettudomány, hogy hogyan kerül az agresszió az emberbe? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a természettudományok másképp használja az agressziónak a fogalmát, mint ahogyan a hétköznapi életben használjuk. A hétköznapi életben általában a kriminális, vagyis a bűnöző viselkedéssel, illetve a normaszegő, szabályszegő viselkedéssel szoktuk asszociálni. A természettudományokban az agresszió az alapvetően egy biológiai fogalom, mégpedig azt a célt szolgálja az állatvilágban is, hogy a riválisokat eltávolítsák egy adott erőforrástól. Például mindenki hallott arról, hogy az állatok többsége teritoriumot tart, és ebből a teritoriumból nyeri ki tulajdonképpen az élelmiszert, illetve az erőforrásokat, ami a megélhetéséhez, szaporodásához, illetve az utódainak a fenntartásához szükséges. Na most az agressziónak tulajdonképpen a funkciója az, hogy ezt az adott megszerzett területet, tehát a természetnek tulajdonképpen azt a részét, amit ez az állat tulajdonképpen birtokol, azt megvédje azoktól a riválisoktól, akik úgy szintén szeretnének utódokat, szeretnének egy ilyen kis családot alapítani, hogyha hétköznapi szóval akarunk élni, és szeretnének utódot nevelni. Tehát a biológiában tulajdonképpen az agresszió az egy... Hát mostani szemmel tekintve egy nagyon kegyetlen, viszont egy rendkívül igazságos módja az ökoszisztémák fenntartásának, ugyanis, hogyha visszamegyünk az alapokhoz és megnézzük itt az állati viselkedést, akkor azt látjuk, hogy ha például egy adott területen két egyed elkezd egymással versengeni, akkor a versengésnek az eszköze az lesz, hogy a két egyed egymással meg fog küzdeni. Az állatvilágban viszont a közhiedelmekkel ellentétben a nyílt agresszióra úgy, hogy olyan sérüléseket okoznak egymásnak, ami az egyednek esetleg a halálával végződik, nagyon ritkán kerül sor. Az első fázisa a versengésnek az, hogy az állatok is, elsősorban a hímegyedekre gondolunk, pózolással mutatnak egyfajta erődemonstrációt, bemutatják azt, hogy milyen fizikai kondícióval rendelkeznek, és hogyha egy gyengébb egyed úgy látja, hogy a másikkal szemben esélytelen lenne a küzdelme, akkor az adott állat bizonyos esetekben meghátrál. Tehát tulajdonképpen az emberi, illetve az állati agy is valamilyen formában számol. Számolást ezt nyilván nem numerikusan értjük, tehát nem a szorzótáblát fogja használni, hanem felméri az erőviszonyokat. Na most, ösztönös egyébként? Ez ösztönös, ez is egy biológiai program, ami az adott egyedbe tulajdonképpen minden fajba be van építve. És nem akarok előre rohanni az emberre, de van, amikor ez az ösztön az állatoknál élesebben működik, mint például az embereknél egy háborús erőviszony felmérése? Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb.
hatékonyabb, igen, tehát sokkal egyszerűbb, illetve sokkal megbízhatóbb, így van. Ez gyakorlatilag egy viselkedési algoritmus az állatban? Így van, pontosan, tehát ez is egy viselkedési program. Tehát amikor mielőtt egy állat nyílt agresszióba vagy összecsapásba kezd a másikkal, ugye azt is biztos tudjuk, hogy a kutyák is például először elkezdenek vicsorogni. Ez azért van, mert ugye felhúzza a pofáját, tehát azt a kis izomrészt, ami ott van, és kivillantja a szemfogát. Most ez például főemlősöknél, mondjuk páviánoknál is ugyanígy működik. Tehát tulajdonképpen a fogoknak a megvillantása, illetve az, hogy befeszül az állat, a kutya is ugye farkát felemel, és a többi, vagy az adott fajoknál az a szőrborzolás, hogy nagyobbnak látszódjon, tulajdonképpen egyfajta erődemonstráció. De nem csak önmagát szokták az állatok ugye demonstrálni, hanem ha például a medvéknek a viselkedését nézzük, akkor ugye ők például leszokták a kérget, vagy kaparják a fáknak a kérgét, illetve különböző magasságú ágdarabokat törnek le, és amikor arra jár egy potenciális egyed, aki mondjuk potenciálisan azt az adott teritoriumot el szeretné foglalni, akkor látja, hogy azok az ágak milyen magasan vannak, hogy mennyi mondjuk kérget szedett le a fáról a medvének a karma, tehát látja, hogy milyen erős fizikum az állat, és akkor utána eloldalok, tehát odébb áll. Tehát az állatoknál igen, tehát a saját erőnek a felmérése, illetve a riválisnak a felmérése, az erőviszonyok felmérése, ez bele van kódolva az állatok agyába, és ez egy nagyon hatékony mechanizmus. Na most emberek esetén, hogyha megnézzük a történelmi feljegyzéseket, akkor ugye sajnos azt látjuk, hogy az erőviszonyoknak a felmérése az nyilván elég nagy hiba százalékkal történik, tehát mindenki részéről van egyfajta önbizalom, és nem biztos, hogy fel tudja mérni az ellenfelet. Akik a ókori történelemben járatosak, például volt a peloponnészoszi háború, tulajdonképpen ott is ez egy katasztrófához vezetett. Illetve akit még nagyon szeretek, egy a kora újkori szerző, úgy hívják, hogy Rotterdami Erasmus, ő is egy keresztény fejedelem neveltetése című könyvet ugye írta, és abban is leszögezte, hogy egy király az inkább ne háborúskodjon, hanem a népének a jólétéről gondoskodjon, mert az a utólagos kijelentés, hogy nem gondoltam volna, az mérhetetlen emberi szenvedéshez és nagyon sok halálhoz vezet. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy az ellenfél erejének a felmérésében, főleg most a modern és nagyon összetett, nagyon bonyolult társadalomban, és nagyon sok eltitkolt információban, meg nagyon sok úgymond eltitkolt szendékban, magának ennek a felmérésnek a módszertanában is vannak ugye fehér foltok, tehát nem tudjuk, hogy a másik éppen mire készül, milyen stratégiát szeretne ellenünk folytatni, és ez ugye problémát jelent. Na, az emberre majd még visszatérünk, illetve rá is térhetnénk talán arra, hogy hogyan alakult ki az agresszió az embernél. Ugye a vadászó-gyűjtögető társadalmak esetén, hát azt is gondolhatnánk, hogy mindenki vadászik és gyűjtögetik, és eltartja a saját családját, a föld nagy, az emberiség még nem nőtt akkora létszámra, mint most, elvileg mindenkinek lenne megfelelő hely és erőforrás, ehhez képest már akkor is lehetett különböző összecsapásokról, törzsi háborúkról hallani, ugye ha az első barlangrajzokat megnézzük, akkor ezeket ott illusztrálják is nagyon gyakran. Ez azt jelenti, hogy az a vadászatot ábrázolják egyébként, vagy a háborút? A ősi barlangrajzok inkább a vadászatot. Inkább a vadászatot. De hogy azt lehet-e tudni, hogy az agresszió az hogyan nyilvánul meg az embernél, az emberi társadalmaknál, és ez másnak számít-e, mint az állatvilágban? Hát mindenképpen másnak számít, hiszen ez az emberi agresszió az egyfajta fajspecifikus szintén, viszont látunk nagyon sok párhuzamot. Ha a vadászú gyűjtögető társadalmakból indulunk ki, akkor ott ugye azt látjuk, hogy ott egy átlagos csoportnak a mérete, tehát egy falunak a mérete körülbelül 150 fő volt. És ezt kevesen tudják, bár az agresszióhoz szorosan nem köthető ez a csoport létszám, de azért érdemesnek tartom elmondani,
hogy ugye nagyon sokan természetesnek veszik a körülöttünk lévő világot, illetve azt, hogy egy-egy ilyen csoportnak a létszám egy ilyen 150 fő körül volt, de gyakorlatilag erre az a magyarázat, hogy ott ugye mindenki találkozott napi szinten mindenkivel, tehát ott a személyes kapcsolatoknak a száma az nagy volt, és a csoporton belüli együttműködés, tehát a kölcsönös támogatási rendszerek, tehát hogy én segítek neked valamiben, te pedig ezt viszonzod, ez tulajdonképpen az emberi memóriának a kapacitását, ha tekintjük, akkor ez egy ilyen 150 fős csoport esetében hát úgymond működőképes, hiszen körülbelül 150 főnél tudjuk számon tartani, megjegyezni, hogy én kinek milyen segítséget nyújtottam, és ő ezért cserébe nekem milyen viszonzással fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy 150 embert akár arcról egyenként még meg tudunk jegyezni egy csoporton belül? Mindenféleképpen, és az, hogy ez a szám kialakult, ez az agyunkba is tulajdonképpen bele van kódolva, tehát itt a neokortex és az agy méretének tulajdonképpen az arányát nézzük. Ezt egyébként Robin Dunbar készítette el ezt az arányszámot, és ő vette tulajdonképpen górcső alá az, hogy különböző főemlősöknél, illetve az embernél a csoportméret és a neokortex arány az ugye hogyan néz ki, és ott is a pontos számadatok kijöttek, ő ezt matematikailag vezette le. Az eredménye, ha jól emlékszem, 148 volt, és ez valóban az empirikus kutatásokat erősítette, tehát amikor antropológusok elmentek különböző vadászó gyűjtögető társadalmakba, őket egyébként archaikus társadalmaknak is hívják, amik ugye nagyon jól modellezik az emberiség hajnalán uralkodó természeti viszonyokat, akkor valóban azt találták, hogy ez a létszám itt volt. Na most ez azért is lényeges, és azért is tettem ezt a kitérőt és ezt a számot, ugyanis hogyha bőségesen találnak az emberek ugye táplálékot, viszonylagosan egészségesek a gyerekek, tehát mondjuk a csecsemő halálozási arány az nem magas, akkor egy idő után egy-egy falu az ugye túlnépesedik. Na most meg lehetett jósolni a törzsi háborúk kitörésének a veszélyt abból, hogy hány olyan fiatal férfi van, akiknek nincs családja, terület erőforrás kéne nekik, és tulajdonképpen kinőtték az adott uralt területnek a méretét. Akkor ezek az első konfliktusok ilyen párkeresési okok miatt? Nem feltétlen párkeresés, inkább azt mondanánk, hogy erőforrás keresés, és az erőforrás az mindig a területhez köthető, hiszen ugye ott nőnek a növények, ott élnek a levadászható állatok, de természetesen a szaporodással tulajdonképpen ez összefüggésben van, ezt a úgymond triumvirátust, ezt nem lehet egymástól elválasztani, tehát az állatoknak, illetve az embernek is egy nagyon erős hajlama van arra, hogy családot alapítson, eleve is a családi kötelékek azok mindig szorosabbak, mint az idegenekkel való kapcsolatok. Tehát tulajdonképpen ez egy alapvető természeti törvénynek, vagy pszichológiai törvénynek fogható fel, hogy a szaporodás, a családalapítás, ez tulajdonképpen fontos, és az emberi együttélés szabályozó vallási normák is tulajdonképpen e felé tendáltak, ez a sokasodjatok, tehát szaporodjatok, tehát ez nagyon-nagyon lényeges. De akkor ez mindenhol. Egy ősi kód is az emberben, így nem? Van, ez mindenféleképpen. Szintén nem akarok most nagyon előre ugrani, de ma az Érosz hanöftlása idején talán ez a szaporodási készség is, mint hogyha háttérbe szorulna, vagy máshogy alakulna az ember esetében. Arra gondolsz, hogy kevesebb gyereket vállalnak? Meg, hogy egyáltalán egyre többet lehet. Egyrészt kevesebb gyereket is vállalnak, de hogy tehát a digitális kultúra, a pornográfiának a belépése az életbe, ugye kutatásokat lehet arról olvasni, hogy hány ember vallja ma már magát a szexuálisnak, hogy egyáltalán az, hogy párkapcsolatban éljenek, vagy egyáltalán az, hogy szexuális és életet élnek, mert ez is háttérbe szorul a mostani világunkban. Ezt inkább kötném az individuális társadalomhoz is, de... Szintén nagy téma inkább, és nagy elágazás. Így van, pontosan. Tehát, ha úgy gondolod, a jövőben erről tudunk majd Érdemes. Beszélni, nagyon szívesen egyébként, igen, meg a túlnépesedésről is.
mindenféleképpen érdemes szót ejteni, mert ez is egy globális probléma, tehát ahhoz, hogy megértsük a mostani folyamatokat, amelyek itt a modern komplex világunkban ugye körülvesznek bennünket, és rendkívül sokrétűek, ezek tulajdonképpen olyan mennyiségű információval terhelik az embereknek az agyát, amire tulajdonképpen az emberi agy ennek a rengeteg információnak a feldolgozására nem képes. Ezért van, hogy bizonyos emberek bizonyos tendenciákból vagy bizonyos irányvonalakat ugye követnek, és ebből próbálják a számukra hihetőnek tűnő vagy szimpatikus információkat kimazsolázni, de ez nem feltétlenül jelent egy objektív rálátást. Tehát ha meg akarjuk érteni a világnak a működését, akkor először vissza kell menni az alapokhoz, meg kell nézni azokat a pszichológiai programokat, amelyek szerint ugye az ember cselekszik, és hogyha ezek a fő irányvonalak megvannak, akkor azt a szofisztikált, kulturális ráépültséget is könnyebb már megérteni, hogy ez miből alakult ki. Visszatérve egy kicsit a vadászgyűjtögető társadalmakhoz, hogy nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy ez a 150 ember, ez az ideális. Az erőforrások megszerzése szempontjából, az átláthatóság szempontjából. De hogy közben meg az emberbe bele van kódolva a szaporodjatok, sokasodjatok kód egyrészt, másrészt meg, és akkor itt kérdezem, hogy a neői kód az mennyire van belekódolva az emberbe, hogy az emberölés az mégiscsak bűn, mert bár említetted, hogy az állatok esetében általában nem az ölés, hanem inkább a határvonalaknak a kijelölése és a saját terület, de minthogyha az állatok, vagy az állatvilágban azért gyakran látnánk azt, akár még a kannibalizmus is előfordul az állatok esetében, vagy akár az, hogy tényleg lelkis, tehát hogy ott nincs lelkiismeret, furdalásuk gondolom, hogyha elpusztítanak egy másik egyedet, míg az ember esetében ez mintha bonyolultabb lenne. Igen, az ember esetében ez sokkal bonyolultabb, és jó is, hogy rátértél erre a háborúk kapcsán. Tehát tulajdonképpen itt, ha ugye visszatérünk a neői, ugye úgymond 10 parancsolatnak, hogy az egyik parancsolatája. Igen, de talán ez már korábbi is, mint a 10 parancsolat, hogy mintha mi, talán vallástól függetlenül, mintha az emberbe az be lenne kódolva, hogy az emberölés bűn. Pontosan, így van. Tehát alapvetően ezt mindenképpen ketté kell választani, mégpedig ezt az úgynevezett etnocentrikus szindróma oldaláról kell megközelíteni. Tehát alapvetően, hogyha megnézzük az ősi norma rendszereket is, akkor a saját csoporton belüli tagoknak a megölése az mindenhol főben járó bűnnek számított. Tehát ha viszont egy mondjuk tegyük fel, mondjuk indulunk egy olyan csoportból, egy törzsből, akinek van neve, megvannak a saját mondjuk harci díszei is akár, és ők úgy gondolják, hogy azt a helyet, ahol jelenleg élnek, kinőtték, és szeretnének egy másik területre elvándorolni, akkor ugye két opciójuk van, vagy találnak egy üres területet, ez a szerencsésebb verzió. A konfliktusokkal tűzett verzió az, hogy lakik ott már valaki, na de azt mondják, hogy na hát próbáljuk meg, mert ha nem, akkor hát ugye éhen halunk, vagy nem lesz hol laknunk. És ilyenkor törnek ki ugye a törzsi háborúk. Tehát ez most nagyon leegyszerűsítve, ennél bonyolultabb, csak hogy ugye érthető legyen. És ugye a neöj, az már nem vonatkozik a rivális törzsre. Mert hogy rajta nincs az a szín, vagy az a fejdísz. Tehát alapvetően azt kell megérteni, hogy a hozzánk hasonlókat, a mi csoportunkhoz tartozóknak a megölése, az normaszegő magatartás. Az idegen csoport tagjainak a megölése, legalábbis az evolúciós múltban ez így volt, az viszont dicsőségnek számított. Ez a háborúban mindent szabad. Így van. Hát nézd például, hogy mondjuk ott van Julius Cézár, ugye a Gallia hadjáratot ugye, vagy 10 éven átvitte, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag ott hány embert lemészároltak ők azért 10 év alatt? Tehát most meg hány helyi törzset tulajdonképpen kiirtottak, és hogyha megnézed mondjuk Svetoniusnak a leírását a Julius Cézár életéről, akkor olyan elképesztő dolgokat is leírt, mert én szeretek így mindig az alapokhoz, meg az eredeti forrásokhoz is vissza. Már nézett a Svetoniusnak a Cizárok életét érdemes egyébként ide elolvasni, mert ott is a római birodalomban az agresszió az ugye nagyon jelen volt.
akkor azt látjuk, hogy még olyan, és Szetonius ezt a szemére is hányt egy kicsit, legalábbis a szövegből ez jön át, hogy még olyan városokat is kifosztott, és az embereket megölt, akik megadták magukat. Tehát azért adták meg magukat azzal az ígérettel, hogy akkor ugye megkegyelmez nekik, de nem ez történt. És amikor voltak a hódító hadjáratok, azt követően mindig volt egyfajta felvonulás, diadalívek voltak, vagy ugye nagyon jól lehetett látni, hogy nagyon sok esetben például egyiptomi régi ábrázolásokon lehetett látni, hogy valakinek hátra van kötve a keze, és mondjuk egy buzogánnyal akarják fejbe vágni, vagy a rabszolgákat ugye összekötik, vagy ugye ott volt a rabszolgatartás, az abszolút nem volt egy humánus dolog. Tehát akiket rabszolgának ugye zsákmányoltak, eladtak, őket ugye beszélő szerszámoknak hívták, tehát emberszámba se vették. Tehát alapvetően verték őket, keresztre feszítették a legkisebb vétségér is, tehát alapvetően azt látjuk, hogy ami nem a saját csoporthoz tartozik, ott az emberi agresszió az igenis intenzíven jelen volt, a saját csoportnak a megölése pedig az nem volt jó. Én most 20. századi példát hozok, és nem is bánom, hogy ugrálunk az időben, hogy nemrég hallottam egy történetet, hogy egy nyilas naponta kínoszta, foglyul ejtette, elvitte a zsidó embereket, miközben meg a szomszédai, akik szintén zsidók voltak, bújtatta. És amikor ez így felmerült, akkor mondta, hogy hát ők a zsidók, de ők meg a szomszédaim, akiket ismerek gyerekkorom óta, és ők nem olyan zsidók. Tehát így viszont ez talán koroktól függetlenül kimondható, hogy ilyenkor, amikor megöltek valakit, vagy háborúba mentek valaki ellen, akkor ott nem az embert látták elsősorban, hanem a rivális törzset, a rivális pontosan. Népet, az ellenséget. Így van. És hogyha így van pontosan, tehát hogyha ismersz valakit, akkor úgy véletted, mint a szomszédod, te házadban lakik, hozzád tartozik, tehát a te úgymond mikroközösségednek a tagja, és amikor nem ismered őket, személytelenné válik valaki, tehát számodra egy ilyen anonim csoport, akkor gyakorlatilag mindenféle gátlás nélkül sajnos erőszakot követsz el rajta. És hogyha megnézzük például mondjuk a katonai kitüntetéseket is, amiket ugye lehet látni, tehát az ellenségnek a megölése, vagy... És kalpokat. Hát, hogy a skalpokat, igen. Tehát gyakorlatilag, ha rivális csoportnak a tagját ölöd meg, akkor az hős. Tehát, hát ugye Julius Cézárt ugye még a mai napig az egyik legnagyobb hadvezérnek tartják, nem háborús bűnösnek, és ahol megölték, ott tulajdonképpen a mai napig, még mindig március 15-én friss virágot helyeznek el. Ezt minden évben benne vagyok ilyen ókor történeti csoportban, vagy említettem, nagyon érdekel a történelem, és az emberi viselkedés szempontjából pedig ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a mai világot nézzük, meg ne csak a etológiai alapokat, hanem egy sokkal szélesebb perspektívába figyeljük az emberi elmének a működését, ami azt jelenti, hogy vizsgáljuk meg, hogy elődeinknek milyen volt a norma rendszer, és milyen viselkedés mintázatokat látunk, illetve nézzük meg, hogy a világnak különböző területein, akár Afrikában, akár Közel-Keleten, akár Ázsiában milyen viselkedési módokat látunk. És az, hogy kirekesztjük, kizárjuk a különböző etnikumokat, vagy hát ugye ott volt Kínában is az ujgur kérdés, vagy valami, tehát tulajdonképpen hát nyilván őket is próbálnák így a saját normarendszer. Bírni, vagy hogyha ez ugye nem sikerül, akkor természetesen kirekeszteni és megbüntetni őket. Tehát ez az emberi elmének, az emberi viselkedésnek tulajdonképpen ez a sötét oldala, de szembe kell néznünk a tényekkel, hogy ez mindig is így volt. És az, hogy a csoportnak, ha ezt a csoport érdekében teszed, akkor tulajdonképpen hőssé válsz. És Julius Cézárnak a neve is tulajdonképpen még mindig inkább pozitív fényben van feltüntetve, mint negatív fényben, holott, ha a mostani szemmel néznénk, akkor nagyon sok embernek a haláláért felel, tehát akár, hogyha olyan oldalról próbáljuk megközelíteni, akkor azt is mondhatnánk, hogy mondjuk háborús bűnöket követett el. Na most ezzel szemben például, ha nézed mondjuk ugye Nero császárt, aki ugye öncélú volt, ugye aranyparottát építettet, stb. Tehát gyakorlatilag, ha
a saját jólétét nézte, és a nép nem érezte úgy, hogy a nép érdekében cselekszik, hanem öncélok voltak a cselekedetei, akkor ugye nyilván egy nagyon sötét figuraként ugye tüntették föl. Most ez nyilván hozzájárult az is, hogy a saját csoport tagjából ugye hány embert ugye ületett meg. De Julius Caesarnál is ugye látjuk például mondjuk az első triumvirátusra egy korabeli gondolkodó azt mondta, hogy az egy háromfejű szörnyeteg volt. Tehát, hogy ők is ilyen összesküvéseket, meg egyéb dolgokat a háttérbe szövegettek. Tehát azt látni kell, hogy a történelem, mert ha megnézzük már a mostani szemmel, akkor egy picit torzul a kép, inkább az imást látjuk, és az akkori imázs az ugye az alapján alakult ki, hogy ugye alapvetően tette valamit Rómáért, tehát hogy csatolt-e Rómához területeket, meghódította, vagy pedig nem. Hát illetve a katonái nagyon szerették, mert például ott a népnek gabonákat osztogatott, tehát mindenféleképpen próbálta a javakat úgymond elosztani a saját csoportján belül is. Viszont ugye látjuk azt, hogy a háborúk, még ha vadászó gyűjtögető társadalmakból indulunk ki, de szerintem rá is térhetünk akár a rétegzett társadalmakra is, hogy ugye azt mondtad, hogy elsősorban azért indítják, hogy újabb területeket szerezzenek, kvázi megússzák a kihalást, vagy az elpusztulást, vagy a területvesztést. Tehát, hogy abban van egyfajta ilyen védekező dolog. Megelőző inkább, vagy egy ösztön, tehát a szaporodási ösztön is nyilván itt szerepet játszik a dologba. Tehát azt kell látni, hogy az, hogy mindenféle áldozat nélkül a természetből kinyerjenek erőforrásokat, hogy mindenféle küzdelem nélkül, tehát ilyen utopisztikus dolgok a természetben, vagy a múltban, az evolúció, tehát az ősi múltban nem történtek. Tehát tulajdonképpen azt kell látni, hogy mindig mérlegre teszik azt, hogy hány ember áldozatot követel a törzsi háború, és azt követően, amikor egy újfajta települést létesítenek, ott a szaporulat, tehát az új generáció és az ottani lakóknak a száma, az mennyi lesz? És ezt így kockás papíron, most érted, hogy ösztönösen szám, tehát nem az van, hogy ki leülnek és kiszemélyek, hanem érzik azt, hogy ebből ez lesz. Ez így van, ez teljesen így van. Tehát így van, tehát ez egy ösztönös viselkedés, tehát ha túlszaporodunk, és mi azt érezzük, hogy nekünk terület kell, nekünk család kell, akkor mit csinálunk? Ott van valaki, elveszük tőlük. De nyilván felmérjük előtte nyilván az erőviszonyokat. Tehát a nyeresség és a vesztesség, ez ökológiában is így van, tehát ez egy nagyon-nagyon, hát úgymond őségi, természeti törvény, az egy szabály, tehát ez matematikailag felírható, ez a nyeresség-vesztesség arány. És mindig egy adott viselkedésre akkor irányul ilyen szelekciós erő, tehát akkor marad benne a genetikai memóriába, hogyha ez hosszú távon mindig nyereséges, tehát mindig van egyfajta profit. Na ez a kérdés egyébként, hogy egy csomószor már akár a rétegzett társadalmakban is hódító háborúkat hallunk, pontosan, ami már extra profitot termel sokkal inkább, vagy olyan mértékű felhalmozást, túlhatalmat jelent, ami már nem ez az egészséges fajfenntartás kérdése. Így van, és itt viszont azt kell látni, hogy a rétegzett társadalmakra, ha rátérünk, hogy itt ugye kétféle mechanizmus fut egymással párhuzamosan. Tehát az emberi elme, az emberi psziché, ugye mikor úgymond kialakult, tehát ezek a pszichés programok tulajdonképpen már így rögzültek az emberi fajban, akkor elindult egy kulturális fejlődés. És a kulturális fejlődés az mindig sokkal sebesebb, mint ezeknek a pszichés mechanizmusoknak tulajdonképpen a megváltozása. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a mai modern világunkban egy ősi aggyal működő emberek találhatók. Tehát lásd például, hogyha mondjuk kitekintesz akár mondjuk egy futballmeccsre, ott is van két külön csoport, tehát itt a rétegzett meg a modern társadalmakban, az összetett társadalomban nagyon sok alcsoport van. Például azt mondod, hogy foci drukkerek, erről mindenki tud. Tehát, hogy szétveri a villamost, vagy a szurkolók egymásnak esnek. Tehát ott is mindig elkülönül a két csoport, tehát a mi és az ők.
És a csoportok között mindig van rivalizálás. De ugyanígy, ha megnézel egy országot, ott is vannak ugye a konzervatívok, vannak a liberálisok, és a kettő között mindig van ellentét. És egyébként az is érdekes, mert mióta az orvosi képalkotó eszközök a kutatóknak a rendelkezésére állnak, megnézték azt is, hogy akik mondjuk konzervatívan gondolkodnak, ők milyen nagy területet használnak a döntéshozásban vagy a mérlegelésben, és azok, akik mondjuk liberális eszméket vallanak, ők milyen nagy területet használnak. És máshogy használják az agyuk? Más egy terület. Így van. És ha valaki konzervatívból liberális lesz később, akkor ott változik az agy működése? Valószínűleg olyan élmény érte az adott embert, mert az agy azért valamilyen formában plasztikus, tehát az embernek szintén úgymond eleve a természetében van kódolva a változásra való hajlam, az adaptáció. Egyébként nem alakulhatott volna ki az a fajta jelenlegi állapot, hogy egészen a trópusoktól meg tudtuk hódítani, vagy be tudtuk népesíteni a földet egészen a sarkokig. Tehát ott egy inuit embernek, vagy hát ilyen hétköznapi szavakat használ eszkimóknak az életmódja, életkörülményei mondjuk a jégbirodalmában teljesen másak voltak, mint akár a trópusokon, teljesen más szokások alakultak ki. De az alapvető mechanizmusok ott is maradtak. Tehát a család, a csoporthoz való hűség, ezek nyilván ott is jelen voltak. És hogyha konfliktus van, akkor háborúzunk. De még egyet az agresszióval, ez még így hirtelen, ha nem haragsz, hogy eszembe jutott, ott volt például ugye a COVID-vásárlás, illetve ez a pánik felvásárlás. Na most ott is meg lehetett figyelni, hogy amikor probléma volt, tehát ez az egyensúly, ez a folyamatos ellátási rendszerben ez az egyensúly fölborult, és az emberek attól féltek, hogy úristen, néha halunk, mert akkor kiürülnek a boltoknak a polcai, akkor a boltokban is meg lehetett látni az agressziónak bizonyos formáját. Türelmetlenebb voltak az emberek. Ott megjelent az agressziónak egy lájtosabb formája, a verbális agresszió. Tehát egyfajta vadászat volt az, nem? Versengés. Ugyanúgy. Vagy leszedi az egyiknek a raklapjáról a terméket, és ráteszi a saját, vagy kosarába például. Tehát nagyon sok ilyen mémet lehetett olvasni például, ez a közösségi médiában. Megküzdöttek a WC-papírért, ilyen. De hogy akkor nagyon érdekes volt ez a mondat, hogy most is egy ősi társadalmi aggyal, vagy egy ősi aggyal él, hogy egyébként az agyunk, aztán majd azról külön adást lehetne szentelni szerintem, hogy most a család hogyan alakul át, vagy a különböző új ideológiák mennyire, de hogy az agyunk változatlan? Az agyunk alapvetően ezek a pszichológiai algoritmusok, amelyek bennünk vannak, ezek változatlanok. Ezeket a de viszont azt kell tudni ezekről a pszichológiai algoritmusokról, és ezért is jó esetleg, meg ha gondolod, hogy ez a hallgatókat érdekli, hogy erről külön beszéljünk, mert ezek a pszichológiai algoritmusok egyébként csak kanalizálják a viselkedést. De a környezeti hatások fogják meghatározni azt, hogy tulajdonképpen hogyan fogunk viselkedni. Például az emberi agresszió is, mondjuk nézd meg egy óvodást, ugye elveszi a játékot, fejbe vágja a másikat egy játékkal, belerúg a másikba, vagy hisztizik, a földhöz veri magát. Tehát ott is tulajdonképpen az önérdek érvényesítés az agresszió révén már nyilván benne van. És ez talán egy kódolt dolog is sok esetben. És ezt neveléssel tulajdonképpen két irányba lehet terelni. Tehát például, hogyha megerősíted az agresszív viselkedést, jutalmazod, akkor tulajdonképpen egy ilyen kis szörnyeteget nevelsz ki. Hogyha nem neveled a gyereket, tehát nem szabadod meg a határokat, tehát ezért elhanyagol a gyerek, vagy úgy gondolod, hogy az a helyes gyereknevelés, ha folyamatosan amit meg kíván, azt megadod neki, megveszed a csokiját, ha éppen kiejti a száján, hogy neki a legújabb iPhone kell, akkor a legújabb iPhone-t veszed meg. Tehát ha tulajdonképpen itt a határokat nem fogja tulajdonképpen tudni, akkor nyilvánvalóan ő azt gondolja, hogy ő mindent megtehet, és mondjuk, ha kimegy az útra, és valaki ott, mit tudom, lassabban megy előtte, elébe válkat is büntetőfékezhet például. Ehhez tudok ajánlani egyébként egy jó filmet, az a címe, hogy Imád gyerekkor, egy dokumentumfilm, egy 2 éves kisfiúról szól, akit az iszlám állam elhurcolt a testvérével együtt, és fogságban tartották,
kivégeznie kellett embereket, gyakorlatilag férfiként nevelték, és aztán egy rabszolga vásárban visszaszerzi a családja, és azt mutatja be a dokumentumfilm, hogy hogyan próbálják meg beintegrálni újra a kis menekült tábornak az életébe, és hosszú hónapokon át követik az ő életét, és tényleg elképesztő látni egyrészt azt, hogy milyen állapotban van, és hogy mennyire, tehát hogy tényleg ott lefejezi a Barbie babát, rátámad az anyukájára, és hogy egyébként neveléssel néhány hónap alatt hogyan lehet apró, aztán meg egyre látványosabb változásokat elérni nála. Igen, és hogyha az agressziót ugye visszafogjuk kezdetektől fogva, akkor nyilván ilyen problémán kerülhető. Tehát de akkor egyébként a ugye azt mondod, hogy neveléssel lehet ezt irányítani, de leginkább de hogy ha nem nevelik, akkor ez az alapállapot? Tehát, hogy azt gyakorlatilag ki kell nevelni a gyerekből az agressziót, és nem belenevelődik a gyerekbe. Tehát benne van ezek szerint az agresszió. Ez az, hogy a saját érdekednek érvényt szerez, az tulajdonképpen bele van kódolva. És ez nem biztos, hogy rossz, hanem ez egy természetes dolog. Alapvetően ez egy természetes dolog, de itt azért vigyázni kell, tehát az embert, azt nem szabad különkezelni, tehát azt mindig egy csoport részeként kell. Tehát alapvetően itt arról van szó, hogy mindenki, minden egyednek az a célja, hogy neki a lehető legjobb legyen. És hogyha ő valamit meg akar szerezni, például mondok egy példát, van egy tábla csoki, van két testvér, akkor az is lehet, hogy ott, ha a szülő helyesen nem avatkozik közbe, akkor ugye az egyik testvér az azt mondja, na, nekem kell az egész tábla csoki, és a másiknak nem jut. De a szülő azt mondja, hogy nem veszed el a testvérettől, vagy nem veszekedtek, nem bántjátok egymást, vagy rendet rak, akkor nyilvánvalóan meg fogja a gyerek azokat a határokat tanulni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A gyűjtögető társadalmakhoz képest az úgynevezett rétegzett társadalmakban mennyiben alakult másként akár a területfoglalás, a hódítás, a háborúknak a kérdése? Hát ez a vezetőkön is múlt alapvetően. Gyakorlatilag a rétegzett társadalmakban ott mindig kialakult egy elit réteg, aminek ugye volt egy vezetője, általában a király. És ez sok esetben szakrális jelleggel is fel volt ruházva. Szakrális jelleggel is, igen, mert az, hogy az ő hatalmát azt el tudja fogadni az alattvaló, ahhoz tulajdonképpen kellett egy isteni felhatalmazás. Tehát, hogyha a hierarchiának a csúcsán egy isten áll, és nem pedig a király, akkor az emberek sokkal inkább elfogadják azokat az örökérvényű isteni törvényeket, ami az ő világukon felett uralkodik, mint hogyha egy közülük való önkényesen kikiáltja magát, mondjuk így királlyá. Tehát, hogyha ilyen jellegű hatalma volt egy vezetőnek, az mindenképpen stabilizálta a pozícióját. Ugye az egyiptomi fáraók is úgy beszéltek magukra, vagy úgy gondolták, hogy a napisten fia. Tehát ott is volt egy ilyen vonal. Na most része volt nyilván a katonaság, illetve része volt ugye a papság, míg az elit rétegnek, illetve hát nyilván a későbbiekben kialakult egy ilyen hivatali réteg, akik ugye nyilván tartották a gabonya terméseket, illetve a tárolásról, illetve utána azoknak az újraelosztásáról ugye gondoskodtak. De többféle kultúra volt, meg többféle nyilván társadalom. De ha egy olyan vénájú uralkodó volt, aki azt mondta, hogy na, mi hódítani szeretnénk, és voltak az egyéni ambíciói, akkor ezt a hódítást, ezt nyilván ezt elkezdték is. Itt is a csoport fennmaradása, terjeszkedése, növekedése volt az alapvető cél? Alapvetően itt már szerepet játszott a királynak, vagy a vezetőnek, az uralkodónak az egyéni ambíciója is. Ez is bele van kódolva amúgy bizonyos abszolút emberekbe? Abszolút bele van kódolva, ez egy nagyon erős idegrendszeri mechanizmus, és ez tulajdonképpen azzal áll összefüggésben, és azért is voltak főleg férfiak az uralkodók, mert ha biztos ismerős a hallgatók számára is, meg számodra is, az például, hogy alfahém.
Ugye ez se véletlenül alakult ki, ez a kifejezés. Ez egész pontosan ugye azt jelenti, hogy a csoportban élő, és nem csak emberek, hanem állatok is, egyfajta hierarchiában vannak. Na most, ha az emberek esetét nézzük, mondjuk a vadászó gyűjtögető társadalmakat is, akik a legjobban tudtak kommunikálni, vagy a legjobb vadászok voltak, tehát úgymond olyan képességekkel születtek, és olyan képességeket csillantottak meg, amelyek a csoportnak a hasznára voltak, ők vezetőkké váltak. Ahogy itt ugye Julius Caesar is beszéltünk, hogy itt minden egyéb bűne volt ugye felejtve, mert ő a csoport érdekében ugye nagyon sok erőforráshoz juttatta úgymond Rómát. De ez egy összetettebb kérdés, tehát most ezt nyilván, ha történészek hallgatják, akkor nyilván tudok róla, hogy itt más tényezők is voltak, csak itt az egyszerűségnek a kedvéért. De hogyha most a hódító háborúkról van szó, igen, tehát egyéni ambíció, és nyilvánvalóan ugye minél nagyobb terület felett szeretnél uralkodni, annál több erőforráshoz fog jutni, annál nagyobb lesz a hírneved. Tehát az is egyébként egy beépített algoritmus, egy beépített program, mondjuk a közmegbecsülés, tehát a hírnév, az, hogyha tisztelnek valakit, ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Egyébként ez az állatvilágban is fellelhető, hogy akinek nagyobb az agancsa, vagy azt jobban elfogadják, mert ott is vannak azért ilyen csordavezérek, meg... Ott igazából nem is az elfogadás van az állatvilágban, illetve ott legalábbis nem tudunk róla, tehát hogy az a fajta, úgymond, pszichés mechanizmus működik, hogy tisztelet, tehát ez inkább szerintem humán specifikus. Az állatvilágban ez úgy működik, hogy mindig a legerősebb lesz az, aki a csoportnak az élére fog törni, mert a fizikai erejénél fogva ő megküzd azért a státuszért. És ha megnézed például azoknak az állatoknak a szaporodási rendszerét, akkor azt látjuk, hogy ott az alfa hím úgymond kisajátítja az összes nőstényt, aki abban a populációban lakik. Tehát a faj fenntartás érdekében. A saját génjeinek az átadása érdekében. Tehát ez egy önző érdek. Nem önző érdek, ezt Richard Dawkins úgy hívta, hogy önzőgén elmélet egyébként, tehát bele van programozva az emberekben, hogy a saját genetikai állományukat minél nagyobb számban reprezentálják a következő generációban. Egyébként ez egy teljesen külön témakör, tehát ez a rokonokkal való kapcsolattartás is hozzátartozik, de egyébként nagyon jó volt a kérdés. Tehát a lényeg az, hogy a hierarchia csúcsán álló egyedek, azok mindig a legnagyobb mértékben jutnak hozzá, mind az erőforrásokhoz, láss palotája van nagy területen, ugye aranytányérból lesz is a többi, csak most ilyen klasszikus, ilyen sztereotípiákat említek meg, és ugye ágyas rendszer tart, vagy emlékszel az első éjszaka jogára, ugye történelemben nyilván. Tehát tulajdonképpen mindig azt lehet látni, hogy mind az erőforrásokhoz, mind a szaporodási sikerének az érvényre jutatásához ugye megvannak az eszközei. És ahhoz, hogy egy ilyen csoport hierarchia, ez hogyan alakul ki, erre mondjuk elég jó példa, mondjuk képzelj el, mondjuk kutyasétáltatás közben biztos láttad, mert két kutya összekap. De hát ugye riválisok, és ugye főleg a hímek. Na most, hogyha például van egy olyan, mondjuk legyen egy adott zárt terület, mondjuk egy új menhely, oda beengedsz mondjuk 20 darab kutyát, akkor ők nem békésen kezdik el egymás szaglászni, hanem tulajdonképpen nagyon sok esetben agresszió útján döntik el, hogy ki legyen az alfa hím. És ez is egy nagyon-nagyon összetett, ugye, pszichés mechanizmus, mert nyilván az állatvilágban ez is egy ilyen egyfajta erős késztetés. Mindenképpen az a cél, hogy ő a saját génjeit a következő generációban minél nagyobb számban átadja és reprezentálja. Tehát ha gondolod majd egyszer szaporodási rendszerekről, akkor tudunk beszélni, és akkor ezeket még elmagyarázom. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős késztetés. És hogyha most azt mondjuk, hogy mondjuk van egy vezető, egy uralkodó, ha nagyon leegyszerűsítjük, minél nagyobb erőforrás a teszert, annál nagyobb hatalommal fog bírni, annál nagyobb alattvalója lesz, ugye, vagy annál nagyobb számú alattvalója lesz,
És tulajdonképpen a probléma az, és ezt a mai világban is nagyon jól lehet érzékelni, hogy a hatalom vágynak alapvetően sajnos nincs felső határa. Ez egy személyiségzavar egyébként? Nem, ez egy megszaladás jelenség. A személyiségzavar az egy más terület, tehát vannak olyan sötét vonással élő emberek, például akár a pszichopaták, narcisták, makiavelisták, akiknél tulajdonképpen a manipuláció, a csalás, agresszió, az kiemelten részét képezi az életüknek, de az, hogy minél több erőforrást és minél nagyobb pozíciót kíván valaki betölteni, ez egy pszichés program. A probléma ott van, hogyha ennek nincs felső határa, tehát ha például nincs törvény, vagy nincs egy olyan rendszer, jogi vagy bármilyen államigazgatási rendszer, ami ezt ellen tudná súlyozni. Hát és pont a középkorban ugye az uralkodó fölött már szinte csak Isten állt. Így van, jobb esetben egy idő után már a parlament is ott volt, de hogy még így is, hát még a mai társadalomban is látjuk, hogy egy vezető gyakorlatilag majdnem bármit megtehet. De hogy akkor az emberbe, egy vezetőbe az is egy algoritmus gyakorlatilag, hogy én bármit megtehetek, és a határa csillagos ég. Igazából ennek a megszerzésére való motiváció van. Vagy a megtartására. Megszerzésére és a megtartására. Az egy másik kérdés, és ez megint egy témakör, ez az úgynevezett sötét hármas. Erről pont tartok egy kurzust egyébként az egyetemen. És itt alapvetően itt arról van szó, hogy vannak olyan személyiségtípusú emberek, akik eleve... Hát evolúciós, mondjuk, vagy ilyen természeti törvényes, úgymond szempontból egy bizonyos, az átlag populációtól eltérő motivációkkal rendelkeznek, és ezeknek az embereknek az az ismérve, hogy a hatalom vágy, a pénzszerzésnek a vágya, az erőforrásokhoz való hozzájutás vágya, ez, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, sokkal erősebben jellemzi őket. Tehát manipulációra nagyon hajlamosak, illetve az érzelmeiket, azokat teljesen ki tudják zárni a cél megszerzése érdekében. Ezért képesek, ha nyílt erőszakról van szó, gyilkosságok elkövetésére, vagy kollégáknak, riválisoknak az ellehetetlenítésére, stb. És minél magasabbra megyünk a társadalmi hierarchián, annál nagyobb számban találunk ilyen sötét hármasba tartozó embereket, de ezekre tulajdonképpen az ilyen típusú emberek nem nagy számban vannak jelen a populációban, az úgynevezett gyakoriság függő szelekció. És itt az van, hogy vezetők lesznek, és utána fog a gondolkodás, mondjuk az ösztönük is így átalakulni, vagy beléjük már a vezetővé válásuk előtt is ezek bele voltak kódolva, és pont a kód miatt lettek vezetővé? Inkább ez dominál, amit utólag mondtál. Tehát eleve olyan vonásokkal rendelkeznek, illetve olyan agyi húzalozottságuk van, olyan pszichés késztetéseik vannak, amelyek tulajdonképpen már gyerekkorban valamilyen formában észlelhetőek, és a hatalomvágy és a hatalom megtartása bármi áron ez motiválja őket. Az egy másik véglet, hogyha valaki esetleg először egy pragmatikus gondolkodású, hát nem sötét vonásokkal nem bíró egyén, és ő kerül vezetői hatalomba, és fejébe száll a hatalom. Arisztotelész egyébként az Eudémosz etika könyvében, tehát a nagy etika könyvében is írt ezekről, és úgy különített el, hogy ha király jó szándékú, akkor a népe érdekét nézi, hogyha rossz szándékú saját érdekét, akkor ugye türannosz, tehát zsarnok. Tehát itt is a jó szándék vagy a rossz szándék, ezt is, hogyha a mai nyelvre lefordítjuk, akkor ugye a pszichológiának a nyelvére, akkor a sötét vonásokkal, vagy nem sötét vonásokkal, de ezek megint ilyen nagyon élesen vetett kategóriák, azért próbálok inkább közérthető lenni, és inkább a közérthetőség oltárán feláldozni egy-két ilyen még plusz szakmai adalékot, hogy nagyon nem menjünk bele részletekbe, de alapvetően Arisztotelész is ezt a két kategóriát ugye elkülönítette, de azt is hozzátette, és azért volt nagyon jó a kérdésed,
hogy most teljesen mindegy, hogy a vezető jó szándékú, gyakorlatilag könnyen a saját indulatai, ambíciói vezérelhetik későbbiekben a gondolkodását, ezt hétköznapi szóval élve úgy mondjuk, hogy a fejébe szállhat a hatalom, és ezért... Ez törvényszerű egyébként, hogy mindenkinél így történik, vagy ahogy Arisztotelész is mondja, ha a nép érdekeit helyezi előtérbe, akkor ez megúszható. Hát ha egy istenfélő emberről beszélünk, akkor nem biztos, hogy ez kialakul. Hogyha egy nagyon erős személyiségről, vagy egy olyan mély nyomot hagyott benne a neveltetése, ahol valóban akármi történik, ő elhivatott amellett, hogy a nép érdekeit szolgálja, akkor nem feltétlenül következik be. De az emberi természetnek része, tehát az elvi lehetőség, a valószínűsége, hogy egy nem sötét van, abból nem sötét vonásokkal bíró ember, vagy hát kismértékben is bír ezekkel a vonásokkal, akkor is egy zsarnokká váljon, ez simán benne van a pakliba. Talán sok pont az uralkodói házaknál láttuk, hogy azért a legtöbb az diszfunkcionális család pont amiatt, mert hogy... Mondjuk a Habsburgokra gondolsz? Hát szinte az összes uralkodó házra, ha megnézzük az angol történelmet, a francia történelmet, hát tényleg azt mondani, hogy kivételnék, ha csak a magyar történelemnek a család történeteit megnézzük, az, hogy nem egy hagyományos családmodell szerint nevelik fel az uralkodókat, hogy alá kell rendelni mindent a nemzet érdekének, az már alapvetően nem egy jó kiinduló pont, nem? Személyiség szempontjából. Hát személyiség szempontjából inkább azt emelném ki, hát nyilván ez is bizonyára benne van, bár itt nyilván látni kéne a konkrét inputot, hogy ugye miket próbálnak megtanítani neki. Tehát nyilván ott is lehet egy személyiségtorzulás, hogy nem éli meg a gyerekkorát, tehát eleve nem játszik, vagy ráerőltetik már a felnőtt létet, ugye kora gyerekkorába. Viszont tehát maga az a dolog, hogy ő hatalommal bír is, ezt így gyerekként tudja, az tulajdonképpen torzíthatja a személyiséget. Ezért Arisztotelész azt írta, hogy az uralkodónak is a hatáskörét, az, hogy meddig mehet el, ezt törvényekkel kell szabályozni, és ugye akkor is ugye már jelen volt a korrupció, tehát ő úgy fogalmaz, hogy a törvényeket pedig úgy kell megírni, hogy ezt ne lehessen kijátszani. Tehát mindenképpen, amit a demokratikus országok is mondanak, hogy a fékek és az ellensúlyok, tehát tulajdonképpen ez pontosan erről van szó. De ha egy olyan uralkodó kerül, vagy hatalmi elit kerül hatalomra, aki önmaga írja a törvényeket, akkor tulajdonképpen itt ez a rendszer megbomlik. Egyébként az, hogy a törvényeket kijátsszuk, vagy hogy keresünk más alternatívát, az is egy algoritmus? Egy belénk kódolt dolog? Persze, csalás. Így van. Hogyne? Hát ez gyakorlatilag igen, ez a politika. Tehát ez a manipuláció. Ez egyébként főemlősöknél is már tulajdonképpen megvan. Tehát a főemlősöknél, csimpánzoknál is már megjelenik egyébként, hogy manipulálja és szövetségeket köt. Ez tehát, hogy zajlik a csimpánzoknál a gyakorlatban? Például mondjuk, mit tudom én, élelemmel jutalmaz valakit. Vagy éppen, ha konfliktus van, akkor segít neki, beleszól, tehát. Itt is a szövetségkötések, az tulajdonképpen már igen jelen vannak, ez a politika megjelenik. Tehát alapvetően, igen, ezt lehet látni. Tehát olyan társadalom, ahol, vagy olyan világ, ahol gyakorlatilag békesség van, és mindenki boldog, és mindenki jólétben él, az nem lesz tulajdonképpen megvalósítható, mert azt kell látni, és ezt kell tényleg megérteni, hogy mindenki arra törekszik, tehát így születik, hogy a saját érdekeit érvényesítse. És tulajdonképpen a nevelés, hogyha ezt most tudományos szempontból közelítjük meg, és nem a hétköznapi értelemben használjuk ezt a szót, ez arra irányul, hogy tanuld meg a csoportnak a normáit, vagyis fogd vissza a saját érdekednek az érvényesítését a csoport kohéziójának a fenntartása érdekében. Mert a csoport kohéziója, a csoport védelme nélkül egy ember az elvész. Tehát ezért is van ez a mondás is, hogy egységben az erő. És az individualista társadalmaknál, és erről is, ha gondolod, egyszer majd tudunk beszélni,
Éppen ez a probléma, hogy itt a hangsúly nagy mértékben eltolódott az egyénnek a szintjére. Na akkor viszont nyilván ez egy külön adást megér az individualista társadalom, de behoznám a felvilágosodást, az ipari forradalmat, meg a modern kort. Mert azt is gondolhatnánk, hogy a tudománynak köszönhetően az agresszió háttérbe szorul, hogy a különböző fejlesztések miatt az erőforrások egyenlően oszlanak el, hogy egy jólét köszönt az emberiségre, és már nincs szükség agresszióra, nincs szükség háborúra, ehhez képest talán soha nem látott háborúkat hozott például a gyarmatosítás, például az ipari forradalom, meg egyáltalán a tudománynak a megjelenése. Miért alakulhatott ez így? Hát nyilvánvalóan, ha most visszamegyünk az alapokhoz, mondjuk legyen a gyarmatosítás, mondjuk az új világnak a felfedezése. Tehát ahhoz kellett egy technikai fejlődés, például az óceánhajók, óceánjáróhajóknak a megépítése, mondjuk a karavellának a megépítése. Tehát ugye először volt egy ilyen technikai újítás, és a technikának a birtokában tudtunk gyakorlatilag a saját világunkon túl egy kicsit kitekinteni. Na most a gyarmatosítás esetén megint az etnocentrikus szindrómát kell tulajdonképpen behozni. Tehát ugye azok a népcsoportok, amelyeket az új világban ugye ott találtak, egészen másképp néztek ki, más szokásokkal rendelkeztek, más rítusaik voltak, és ez idegenként hatott az ottani emberek számára. Tehát tulajdonképpen, ha most visszatekintünk, és ott meglátjuk, hogy ott is annak a gyarmatosításnak a túloldalon élő népcsoportoknak hány áldozat esett, vagy hát hány ember esett áldozatul, akkor ugye azt látjuk, hogy itt megint a nem saját csoporthoz való tartozás az egy meghatározó dolog volt, ez megint egy pszichés algoritmus. És ott az erőforrások, vagy például ugye az aranynak a megszerzése, az ugye nagyon lényeges volt. Tehát ugye például nagyon sok törzs az új világban készített aranyból tányérokat, illetve különböző díszeket, illetve különböző ilyen használati eszközöket, és hát ugye vérszemet kaptak a spanyolok, ez kétségtelen. Na most a következő ugrása, most itt egy nagy ugrást akarunk tenni, mondjuk a modern lőfegyvereknek a feltalálása. És ezt ugye az első világháborút, ha nézed, az volt az első olyan háború, the Great War, tehát a nagy háború, ahol tulajdonképpen már olyan fegyvereket használtak, amelyek emberek százezreinek tulajdonképpen az elpusztítására ugye lehetőséget biztosítottak, és az ott elhalt, vagy meghalt fiatalokat, áldozatokat, ugye the last generation, tehát az elveszett generációnak is ugye szokták nevezni, és ez is alapvetően az első világháborúnak is ugye nyilván volt egy folyamata, viszont alapvetően azt lehetett látni, és itt is a vezetőnek a bölcsessége, vagy a hát ugye a hozzáállás az nagyon fontos, mert Európában ugye második Vilmos trónra lépéséig ugye Bismarcknak jobboltából tulajdonképpen egyfajta egyensúly uralkodott, de második Vilmos az ugye rendkívül ambíciózus volt, tehát mondjuk irigyelt az unoka testvérétől, a brit uralkodótól mondjuk a gyarmatbirodalmat, és van, mikor történészek ezt úgy mondják, hogy Európán belül egyensúly uralkodott, Európán kívül viszont a brit birodalom uralkodott, és második Vilmos azt szerette volna, hogyha Európán belül Németország uralkodik, és a gyarmatokon pedig egyenlőség uralkodik. És ezért ők is próbáltak ugye Afrikában gyarmatokat szerezni, de hát ott is elég sok kudarc érte őket, tehát az erőviszonyoknak a felmérése ott sem volt nyilván teljesen ideális. Tehát gyakorlatilag a területszerzés, az ambíció, a hierarchia csúcsára való törekvés, ezek a motivációk, ezek ugye végig jelen voltak, és hogyha ezt még ugye, ezt az ősi késztetést, ezt még ugye megfűszerezzük a technikai fejlettségekkel, tehát a modern fegyvereknek a használatával, akkor az tulajdonképpen egy humanitárius katasztrófát okozott, és most ha megnézed az atomfegyvereket, akkor tulajdonképpen ez egy óriási veszély. Na és akkor itt érkeztünk meg napjainkig. Ugye abból indultunk ki, hogy az agresszió, a belinkódolt agressziónak a fő célja az a létfenntartás.
összességében, nem? Tehát, hát, hogy része, vagy a túlélés. Tehát az erőforrásokhoz való hozzájutás. És ehhez képest, most ha az atomfegyverek megjelenését nézzük, akkor azt látjuk, hogy szintén a tudomány, a túlélési ösztön, és ez elhozhatja ilyen paradox módon a Földnek a pusztulását, mert hogy most már a képesség megvan arra, hogy elpusztítsuk a saját életünket, meg a saját földünket. Ez hogy alakulhatott így ki? Alapvetően azt kell látni, hogy a hidegháború, hogy véget ért, akkor kialakult, hogy ez egy pólusú világrend, és ott ugye Amerika lett tulajdonképpen a világnak a vezető hatalma. Viszont azt elfelejtették, és erről nagyon keveset beszélnek, hogy azok az ambíciók, azok ugyanúgy Kínában is jelen voltak. Már akkor? Nyilvánvalóan. Tehát a kínaiak ugye ezt a 200 éves megaláztatást, ezt nagyon nehezen viselték, és ők nagyon régen dolgoztak azon, hogy ők Kínának a becsületét visszaszerezzék, és ők legyenek a vezető nemzet, de ott nyilván egészen más mértékben tekintenek az időre és a történelemre egyébként a kínaiak, tehát ők valóban több száz évben gondolkodnak, és ők nagyon bölcsen felépítették tulajdonképpen azt a stratégiát, amivel most a világvezető urai lettek. Lásd például, amikor ugye az amerikai jelenlét még ugye erős volt a Közel-Keleten, akkor Kína nem ment a Közel-Keletre. Most, ahol gyengül a jelenlét már, nem szűnt meg, de ha mondjuk azt érzékelik, hogy gyengül, akkor rögtön diplomáciai ugye bent vannak. Tehát ugye azt kell nyilván látni, hogyha mondjuk az egyik nagy hatalom, most teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, azt érzi, hogy ő gyengül, a presztízse gyengül, a vezető szerepe gyengül, vagyis az hierarchián tulajdonképpen lentebb kerül, mert feljönnek a riválisok, mondjuk több, a többpólusú világrendet, amiről elég gyakran hallani, mondjuk több alfahímnek lehetne egy csoportba tulajdonképpen nevezni, és ugye, mint tudjuk, ugye két dudás se fér meg egy csárdába. Tehát tulajdonképpen most ők hát nyilvánvalóan azon dolgoznak, hogy a vezető szerepet ugye megtartsák. Kínának pedig ez a 200 éves úgymond megalázott pozíció, ez még mindig ugye fáj, és iszonyatos erővel dolgoznak azon, hogy kialakítsanak egy olyan világrendet, ahol Kínának igenis fajsúlya van a világban. Tehát nem szabad mindig az ellenfelet alábecsülni, és az oroszoknál is ugye a Szovjetuniónak a szétesése az egy hatalmas pofon volt. Tehát én hallottam olyan esetekről is, nem tudom, hogy mennyire voltak hitelesek, hogy például magas katonai vezetők, amikor ugye széthullott a Szovjetunió, ugye öngyilkosságot akartak elkövetni. Tehát ott is ugye az ideológiai gondolkodás, ez ugye erősen nyilván ott volt. Tehát azzal számolni kell, hogy minden nagyhatalomnak van egyfajta birodalmi gondolkodása. Ezt nem lehet azt mondani, hogy ez most jó, vagy ez most rossz, ezt nem minősíteni. Ez is egy ösztönös, ez egy társadalmi ösztön, nem? Ez egy tény. Ez egy pszichés, pszichológiai tény. Ilyenkor kiben van az ösztön a vezetőben, az egész társadalomnak van egy ilyen közös néplelke is abban, vagy hogy van abban ez? Abban is. Az teljesen lecsapódik. Tehát az, hogy hogyan gondolkodnak nyilván az amerikaiak, hogyan, tehát a nép, hogyan gondolkodnak az oroszok, mondjuk a Szovjetunió széthullására, azt hiszem készítettél is ugye ezekről interjút. Tehát ugye nyilván... De a kollektív tudat az hogyan? Tehát az te hogy definiálnád? Az a sok egyén fejében egyenként megszülető... A nemzettudat. Tehát, hogy az én nemzetem, az én csoportom. Tehát mindig azt kell látni, hogy a mi és az ők, amikor így ugye szétválik, akkor ugye mindig minden nemzetnek megvannak a maga hősei, a maga erényei. Tehát ugye mindegyik hangoztatja tulajdonképpen a maga erényeit és ideológiáit. Tehát, hogy mi vagyunk a szabad világ, nálunk van ugye a demokrácia, stb. Lehetne mondani. Most a másik oldal pedig mondhatja, hogy na de nekünk is jogunk van arra, hogy nagy hatalom legyünk, meghal nektek ezt lehet, akkor nekünk is lehet tulajdonképpen. Tehát ugye hallani ilyen hangokat. És alapvetően itt ugye, hát nézd például
a vietnámi háború. Tehát ez egy iszonyatos trauma volt az amerikai társadalomnak, megosztotta a társadalmat, és ugye hibáztatták is a vietnámi katonákat, mert, vagy illetve a vietnámi háború harcoló amerikai katonákat, mert ugye úgy van az, hogy oda megyünk a dzsungelbe, gyakorlatilag egy ilyen kis falvakban lévő országba, és ilyen modern fegyverekkel, ennyi év alatt, ilyen technikával nem tudjuk a háborút megnyerni. Hogy lehet az? Csak ugye nem gondoltak arra, hogy nekik ugye terepismeretük volt, és ugye a föld alá költöztek gyakorlatilag, és hallgattam egyébként interjúkat volt olyan vietnámi emberekkel, akik azt mondták, hogy igen, olyan erős volt bennünk a hazaszeretet, tehát ugye itt fejben ugye eldőlt nagyon sok minden, hogy mi nagyon boldogok voltunk ott. Hiába laktunk a föld alatt. És ugye de ez egy kicsit az afgán háborúban is ezt látjuk, nem? Az afgánoknál, most azért gondold el, hogy ott ugye eleve ott vannak a törzsi szokások is, azok általában keverednek a vallási szokásokkal, és ha ott a törzsön belül tulajdonképpen, tehát ez egy nagyon régi, tehát több száz évre visszanyúló, vagy több ezer évre visszanyúló, ugye gyökerekkel rendelkező, ugye létforma a törzsi élet. És hogyha ott ugye, ha beleszületik egy törzsbe egy új kis utód, akkor ugye azt látja, hogy rengeteg rokona van, és már eleve ősi hagyományokon alapuló jogokkal és kötelezettségekkel születik bele abba a törzsi társadalomba. És annak nagy része ugye valamilyen formában rokona is ráadásul. És az, hogy ősi hagyomány, tehát ezt kiirtani, és oda megy egy idegen hatalom, aki neki meg akarja mondani, hogy ő mit csináljon, pláne egy olyan állam szervezeti formát ajánl fel alternatívának, amiről azt se tudják, hogy mik. Ráadásul ugye megint elkülönül az én meg a mi, tehát a mi hagyományaink, ezek jók, ti pedig ugye itt vagytok a mi földünkön, stb. Tehát ezt nyilván nem kell sorolni. De gyakorlatilag, hogy ez a gondolat hogyan indult el, hát az Atlanti óceán túlpartján, hogy ezt hogy nem gondolták el, hát ezt én nem igazán. Mert ők meg arról voltak meggyőződve, hogy amit ők kínálnak, az a jó, nem? Tehát, hogy Amerikánál van ez a mondás, hogy ami jó Amerikának, az jó a világnak, és én azt látom, hogy ők őszintén hisznek abba, hogyha ők odaviszik a jólétet, a demokráciát, a Coca-Colát és a multicégeket, akkor ott boldogok lesznek azok is, ahova odaviszik, csak aztán szembe jön a valóság, ami meg nem ezt mutatja. Így van, pontosan, illetve hát gondolom be akartak vetni különböző manipulatív trükköket is, nem tudom, tehát hogy ez itt pontosan a helyszínen, hogy zajlott, de hogyha megnézzük végül is itt a kétféle értékrendet, most azt, hogy, és ha hozzáveszed a vallást, most akkor gondold el, hogy ugye, ha naponta ők ugye ötször imádkoznak, tehát az is ugye egy nagyon erős, tehát az iszlám, ebben most nem akarok nagyon belemenni, az tulajdonképpen a csoportnak a kohézióját, az adott csoportnak a kohézióját azért az nagyon jól össze. Nagyon összetartja, és ott is általában mélyen vallásosak az emberek. És a hit, és az, hogy az ő hagyományaikért, az ő országukért dolgoznak, ez egy nagyon-nagyon erős ilyen szellemi muníciót ad tulajdonképpen. De tulajdonképpen bárhová, hát ugye eddig láttuk, hogy itt a próbálták a demokráciát úgy exportálni, ez nem mindig működik. Tehát, hogyha nem veszük figyelembe annak a csoportnak, vagy annak a népnek a lelkét, és azokat a alapvető pszichés programokat, amik benne is ugye működnek, akkor nagy valószínűség szerint kudarcot fogunk vallani, és ez a békés egymás mellettél is inkább ez a kompromisszumkötés, ez kellene már, mert egy olyan nagy világban, egy globalizált világban élünk, hogy lekicsinyed. Tehát kisebb lett a világ, mert ugye nyilván itt már néhány óra alatt elérünk a világ repülőgéppel a világ egyik pontjáról a másikra, illetve itt a kereskedelmi kapcsolatok is ugye nagyon intenzíven kialakultak. Tehát itt mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy a hagyományokat, minden kultúrának a hagyományait azt tiszteletbe tartsuk, a békés egymás mellettél is valósuljon meg, én ezt nagyon fontosnak tartom. És ugye lásd például ugye Kína, a egészen más kulturális alapokon nyugvó arab világgal nagyon jól együtt tud működni. Még az ujgur kérdés ellenére is sok esetben. Hát ő belül vannak. Igen.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jócskán lejárt a műsoridőnk, de szeretném a jövőben folytatni ezeket a témákat. Többek között majd az orosz-ukrán háború pszichológiájával is érdemes lenne foglalkozni, az individualista társadalom kérdésével, és még egy sor izgalmas téma van a tarsolyban. A hallgatókat arra bátorítom, hogy ha van kérdésük, akkor bátran küldjék el nekünk a www.ultrahang.tv oldalon keresztül, illetve a hozzászólásoknál is küldhetik. Dr. Mirko Erikának pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást, és remélem hasznos volt, és még egyszer üdvözlöm a hallgatókat, viszont hallásra.